engedelmükkel néhány sor a ma esti vendégről, akit úgy hívnak, hogy Varnus Szavér, és egész biztos, hogy nagyon-nagyon sokan ismerik, itt mosolyog a képernyőn, és némileg gyanakodva néz most rám, ahogy nézem. Hadd mondjam el a leglényegesebbet, hogy erről ne kelljen már többet beszélnünk. Orgonaművész, 33 esztendős, 53 lemez elkészítésében működött közre, vagyis hát 53 lemeze van. 2 éve megjelent egy könyve, amiről még ejtek szót, itt van a kezemben, aminek az a címe, Isten majd megbocsájt, az a mestersége. Ez a könyv a 11. kiadásnál tart, Szent Gotthárdi hangversenylemeze 190 ezer példányban fogyott el, rajongói klubokba tömörülnek mindenütt a világon, csak Magyarországon 16 ezer tagja van a Varnus Fans klubnak, vagyis a Varnus Szurkoló klubnak. Hát ezt már, hogy ellenség egy nyilvános farbarúgással fenyegeti, ezek már a beszélgetés részét képviselik. Kedves Szavér, egy vallomással kell kezdenem, nevezetesen azzal, hogy mint mindenki, minden vendég előtt az ember készül, hiszen azért ül ide, hogy úgy beszélgessen, hogy ez másokat érdekeljen, akik hallgatnak minket. Magam is így tettem. És valamikor a készülés utolsó szakaszában került kezembe a könyv, amit megkaptam, és azt gondoltam, miután elolvastam, ez egy nagyon kiváló írás, valóban. Azt gondoltam, hogy megkérdezem, hogy vállalkozik-e arra, hogy a könyv tegye ki, illetve a könyvben mondott néhány történet tegye ki a mi beszélgetésünk tárgyát. Azt is elárulom, hogy mi volt számomra a legmeggyőzőbb, hogy ennek a nyomvonalán haladok, ha egyetért. Először megkérdezem, hogy egyetérte. Hát nézze, tulajdonképpen nagy vonalakban egyetértek, bár azért hozzáteszem, hogy az a régi balzaki mondás, mi szerint a hölgyek azért tesznek apró vallomásokat a férjéknek, hogy elleplezzék a nagy beismerni valókat. Erre a könyvre is vonatkozik. Minden bizonnyal én azért írtam meg ezt a könyvet, mert itt azért, hogyha szabad így mondod, a csipke függöny mögött elég kevés látszik meg belőlem. Tehát úgy érti, hogy ebben nem a nagy vallomások vannak, hanem a kis igazságok? Én azt gondolom, hogy mindenkinek egy természetes betonburka, mint a csernobili. Ugye, de hát azt én úgyse tudom föltörni, nem is a könyvről beszél. Hát természetesen, szóval én is azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a belső burokban nem etünk ki. Hát ez valójában, hogyha szabad így mondanom, egy tipikus ilyen századforduló szalon idióta könyv, ami némiképpen önvallomással fűszerezett rettentesen. Hát milyen olvasó vagyok én, ha nekem ez a könyv annyira tetszett, és ön azt mondja, hogy szalon idióta könyv. Na most nem azt mondtam, hogy az olvasóim szalon idióták, hanem nyilvánvalóan ön is egy századfordulós elme. Én egy szalon idióta könyvtől így el vagyok ragadtatva. Mindannyian velem valami ragadtatva. Én azt gondolom, hogy akkor ezek szerint ön előtt a szalon idiotizmus bizonyos mértékig, hogyha szabad így mondanom, valamiféle pejoratív jelző. Én nagyon mulatságosnak tartom. Mondhatnék mondjuk a mostani magyar kulturális közéletből is olyan embereket, akik bizonyos mértékű, hogyha szabad így mondom, szalon idióták, és akiknek ugye a munkásságát mégis sok évtizede nagy figyelemmel kíséri, vagy a szűkebb, vagy a tágabb magyar közélet. Ha ez így van, akkor én büszkén vallom, tehát egy szalon idiótaként. Nekem tetszett például ez a Montaigne idézet, amit itt az elején ír. Jól tudom, hogy azok legtöbbjének, akik írásaim szabadossága miatt fintorogni fognak, inkább a saját gondolataik szabadossága miatt kellene fintorogniuk. A szívüknek tetszik, amit én írok, csak a szemüket sérti. Amit gondolni nem szégyelsz, mondani se szégyeld. Ez remek dolog, és aki ezt mint mottót választja, föltételezem, vállalkozik. Nem, egyébként nem hiszem, hogy veszélyeket rejtene magában. Ön ott mélyebbre hatol, ahol a könyv csak a felszín birizgálja, és akkor én hadd menjek ezen, hiszen az életrajza is ebben szerepelt. Így például az is, ugye, hogy 17 éves korában Párizsba zarándokoltam, hogy az orgona nagyfejedelmeinél, a Notre Dame katedrális orgona művészénél, Pierre Cochereau-nál tanuljak improvizálni. Na most a kérdésem megecsen banális, arra van, hogy egy fiatal ember, aki 17 esztendős, azt mondja, Párizsba zarándokod. Milyen háttér elő zarándokolt oda? Tehát sebe nem jelentem otthon, vagy a család megbeszéli, hogy ezt a fiút mi elküldjük Cochereauhoz tanulni, vagy hogyan jön ez létre? Én soha nem kérdeztem meg a szüleimtől, hogy valójában az összes gyerekkori önállósodásomat, azt, hogyha szabad így mondom, valamiféle passzív szimpátiával szemlélték, és nyugodtak bele, hogy mindig a saját utamat járom, vagy pedig ez egy tudatos, aktív nevelésnek a része volt. De ahogy én emlékszem,
13 éves koromban volt egy jelentős feszekedésem a mamámmal, ami után kitisztult a kép közöttünk, és onnantól fogva mondhatnám, hogy szinte semmibe nem szóltak bele. Tehát néha láttam bizonyos rosszallást az arcukon, de valószínűleg tudták, hogy én nyerésre születtem. Bizonyos előjelek úgy látszik, ezt megelőlegezték. Na most a nyerésnek a lehetősége mellé nyilván ott rímel a bukásnak a rettenetes lehetősége is, de képtelen voltam a középúton járni. Tehát... Szavér, és az anyagi hátteret ehhez, hát mindezt, ami ahhoz kellett, az ember elmenjen Párizsba. Az... Sokkal kevesebb kell ahhoz, mint gondolná. Szóval, hogyha az ember adott pillanatban mondjuk jól élhet egy tisztes polgári család gyermekeként Magyarországon, akkor ez úgy emlékszem, hogy a 80-as években sem jelentett olyan érdetlen átszámítási problémát, hogy mondjuk... Kosróval volt előzetes levelezés, vagy egyszerűen beállított, és azt mondta, hogy Monsieur Kosró, je suis ici. Nem, ennél mókásabb volt a történet. Én a 80-as évek legelejétől rendszeresen reggelenként, hajnalonként a Pesti Zeneakadémián gyakoroltam a nagy terembe, az a takarítási idő volt. Van nekem az én drága, aranyos, mókás kézenei mamám, Kistétényi Melinda, és Melinda intézte el, ugyanis a kőbányai templomban, ahol reggelenként gyakoroltam azt megelőzően, olyan hideg volt a templom, hogy téli reggeleken -5-6 fokra hűlt le, tehát gyakorolni tulajdonképpen Glenn Gould ilyen levágott ujjú kesztyűkbe lehetett csak, és hát a nagy teremben legalább meleg volt, és ott gyakorolgattam. És hát az gyakori jelenség volt ugye a nagy terem nyitva tartása okán, mert hogy nyitva volt a terem, miközben játszottam és takarítottak, időnként beült 3-4-5-10 ember, és Melinda a szentem ugye mindig, amikor ment föltanítani a kettes terembe, akkor mielőtt a reggeli órát elkezdte, akkor besétált az a nagy terembe, és akkor egy-két ilyen zenei mamai puszi, szendvics, koncertjegy, ami éppen a táskájában volt, mindent rám zúdított, és egyszer az orgonál lévő tükörben láttam meg, hogy valakivel leáll beszélgetni, tehát nem indul fel rögtön a színpad felé, de áll beszélgetni. Én leültem, és amikor oda csatlakoztam hozzájuk, akkor hallottam, hogy németül beszélnek, hát németül én egy kukat nem tudtam, úgyhogy udvariasan mosolyogtam, mint általában az ember, amikor valamiféle kisebbségi komplexusa miatt a fensőbbséget akarja sugározni magából. Aztán az úr felén fordult, megkérdezte, hogy tudok-e németül, mondtam, nem. Úgyhogy angolul beszélgettünk egy pár szót, és mondta, hogy tetszett nekem, mit játszottam. Odaadta a névkártyáját, és mert én már éppen késés álltam az iskolából, begyűltem a zsebembe, és csak az első szünetbe vettem ki, de hát ez körülbelül olyan hatása volt, mint hogyha mondjuk egy római katolikus paphozó mise közben oda megy, vagy mise után oda megy egy férfi, odaadja a névkártyát, aztán csak a plébánián nézi meg, és rávonni, hogy Jézus Krisztus szabadalmazott, megváltó. Szóval számomra azért egy eléggé megdöbbentő pillanat volt. Hát persze aztán az ember kihasználja ezt a lehetőséget, szóval hogyha... Ez Kosró volt, Júli? Maga, persze. Hát ugye magárepülővel rendelkező úriember, és némiképpen a szabadság fantomja. De... Ő koncertezett Pesten? Hát ő előtte gyakorta koncertet Pesten, de ez az útja, ha jól tudom, semmiféle hivatalos minőség. És ebben egy meghívás is benne volt? Tehát hallottam magyarul a Zeneakadémián gyakorolni, és... Ebben egy biztatás volt benne, amiből én egy meghívást provokáltam ki, hogyha szabad így mondanom. És amikor megjelent, akkor volt ennek egy előzetes levelezése, vagy pedig... Ó, persze, ez hónapokon keresztül folyamatosan. Szóval, hogy ő végül is hozzájárul. Persze, sőt, hát végül is azt hiszem, örülök. És akkor ilyen rendes, szabályos tanítvány-mesteri viszony alakult ki? Tehát nem hiszem, hogy alkalmas lett volna arra, hogy rendes, szabályos tanítvány-mesteri viszony alakuljon ki. Én úgy vettem észre, hogy ezek az igazán nagy művészek, ezek teljesen képtelenek tanítani. Szóval tőlük el lehet lesni nagyon sok dolgot, de én például úgy fölteszem a kérdést, hogy ön, aki a szakmának a nagy öregje, tudna tanítani úgy, hogy beül egy katedra mögé, és önnel szemben 30-40 fiatal riporter van? Szerintem nem. Illetve bizonyos... Nem illik ellentmondani, így hát nem is fogok. De egyébként egyet is értek, mert nem, hát ez egy gyakorlati mesterség, amilyenk nagyon sok tanítani való nincs rajta. Tehát úgy gondoltam, hogy végül is azért csak... Én azt hiszem, hogy a történet az Hajós Alfréddal kapcsolódik, azt hiszem ő volt, aki nagyon korán megnyerte egész fiatalon az olimpiát. Ön tudja? Nem volt fiatalabb, mint akkor kortársai. 1896-ban nyert, úszásban inkább arról nevezetes, hogy ő szellemi olimpiai bajnok is lett. De a történettel kapcsolatos, amit nem tudom, hogy végül is ő élte meg, vagy más, szóval állítólag nagyon kisnyeszlett kisfiúcska volt, amikor megnyerte az olimpiát, és az ön hiszem Görögországban volt még, és utána a görög király egy fogadást adott a tiszteletükre. És amikor odaért Hajós Alfréd elé, ő is megdöbbent a gyermeknek a fiatalságon, és megkérdezte tőle, némi zavartsággal, hogy hát maga kedves fiam, hol tanult meg ilyen jól úszni? Mert Hajós Alfréd még nagyobb zavarhoz, hogy hát a vízbe felség.
Úgy értsem, tehát, hogy az orgonálás is elsősorban az orgonánál tanulható, ez teljesen világos. A probléma az volt, hogy Magyarországon a zeneelméleti oktatás olyan szinten elborította az általános zeneoktatást, hogy szinte egyetlen egyet nem tanítottak csak meg a gyereknek, hogy amikor kimegy a színpadra, többnyire a legtöbben a diplomakoncertjükön mentek ki odaerőző, hogy mit kell csinálni? Egyszer csak szembe találkozik valaki 1200 emberrel, noha idáig csak. Meg kell állítanom. Igen? Jól értem tehát, hogy nem volt mód gyakorolni egy organistának? Koncerten nem tudták. Tehát koncerteket nem adhatott? Szóval, hát illetve vannak ezek az úgynevezett növendékkoncertek, 8 mama, 3 nagynéni, még a kutyát is elhozzák néha. Hát hogyha ezeket lehet nevezni bizonyos mértéki koncertnek, de hát nyilván egy egész más jellegű dolog, mint amikor az ember először találkozik szembe a nagy közönséggel. Mennyire volt kész organista akkor, amikor Párizsba került? Én soha nem leszek kész, mint organista. Jó, és köszönöm nem egy szépen. Mennyire volt a maihoz képest akkor? Nagyon lehet, hogy laikus a kérdés, mégiscsak azért érdeklődöm, hogy tehát az a Kossról, akit Pesten egy tehetséges fiatalemberre fölfigyelt, az tehát kisvártatva kint Párizsban, vagy nem tudom, nagyvártatva, de mindesetre találkoztak, azt mondja ön, hogy rendszeres oktatásban nem részesült tőle, és hamarosan, ha jól értem a könyvből, akkor nem sokára németországi koncertjei is voltak. Szóval én valahogy úgy értelmezem ezt a dolgot, hogy hát szóval bizonyos mértékig azt mondom, hogy a kossrói oktatás az számomra egy olyan szemfelnyitó erő volt, ami megmutatta azt, hogy orgonálni nem lehet azon a szinten, amit mi Magyarországon megtanultunk. Mert Magyarországon, ugye, mint hogy az 50-es évektől az összes orgonagyár be volt tiltva, illetve minimalizálva lett, hát például híres történet, hogy a pécsi Angstert gyárat, ami az ország egyik legjobb, sőt az európai legjobb orgonagyára volt, átalakították a szocialista országok igényeit ellátó koporsó üzemmé. Állítólag 51-52-ben annyi koporsót csináltak, hogy nem tudták eladni, és a parlament körül a virágtartók is koporsóaljak voltak. Na most hát szóval egy ilyen országban nyilvánvalóan bizonyos mértékű klerikális töltésnek számította az, függetlenül az, hogy az ember mit gondolt, és gondolta azt, de annak számított, hogyha az ember elkezdett orgonálni. Tehát innentől fogva, hogyha szabad így mondanom, pocsék hangszereken tanultunk olyan emberektől, és ezt most bármennyire is kellemetlen, de föl kell vállalnom, akik nem tudtak orgonálni. Illetve nagyon kevés volt, aki tudott orgonálni, és ezzel nem a tehetséget vonom kétségbe, csak egyszerűen a mesterségbeli tudásnak azt a szintjét nem ismerték, amit Párizsban mondjuk egy orgonista nem ülhetett addig orgonához, ameddig Liszt nagy etüdeit, vagy a nagy Chopin etüdeket nem játszottak. Amit az itteniek nem tudtak volna. Hát az itteniek még zongorázni sem feltétlenül kellett, hogy zongorázzanak előtte, szóval rémisztő volt a különbség. Tehát elsősorban hiába volt az embernek mondjuk egy adott nyelvhez jó költői vénája, csak talán még a magát a nyelvet nem ismerte, úgyhogy ezt hozzá kellett tanulni a vénához. Tehát magyarán itt akkor, ha jól értem, akkor úgy kerültek ki organisták, hogy hát mintha nem volt, aki tanítsa őket megfelelően, hogy valóban az a tehetségük meg lehetett, csak nem derült ki róluk, mert nem tudták a szakmát. Hát igen, na most sokan próbálták ezt később pótolni, de hát azért azt gondolom, hogy az orgona sajnos egy zongora végül is, hogyha szabad így mondani, sokkal internacionálisabb hangszer. Az orgona részén országokhoz van közben, másmilyen egy német orgona, másmilyen egy francia orgona. Ami nekünk itt volt, azok szánalmasan rossz orgonák voltak, beleértve a mai napig ott díszelgő zeneakadémiai orgonát. A Mátyás templomban egy olyan orgona működött 1984-ig, amiben szerintem még amikor a háborúban robbant fel egy bomba, hullákat kihúzták, az orgona maradt, szóval hát mondjuk az újabb orgona se sokkal jobb, akkor volt ez a híres merénylet most pár évvel ezelőtt, amikor meghallottam, akkor csöndbe imádkoztam, hogy vajon melyik végébe rakta a merénylő. Reméltem, hogy az orgona alattiban, akkor legalább egy új orgonát építenek, de hát sajnos nem így történt. Úgyhogy általában véve, amikor én visszajöttem Franciaországból, és hát ugye kicsit úgy éreztem magam, mint amikor Tóth Farusi Kis Miklós, ugye Amsterdamból ismét leterepedik Kolozsváron, hogy tipográfus legyen. Szóval volt valami rettenetes, provinciális az itteni zenei életben, egyet leszámítva. És ezt mindig döbbenettel kell elmondjam, és erre bizonyára ön is jól emlékszik, hogy azért a 80-as éveknek a magyarországi orgona rajongása, ami nyilvánvalóan az akkor már kezdődően turbulens időknek valami előszere volt, hihetetlenül magas szintű volt. Tehát emlékszem, hogy szinte mindenkinek a koncertje teltházas volt a Mátyás templomba, de például Lehotka Gábor a gyakorta rátörték az ajtót, a kint rekedtek. És ez nyilvánvalóan egy nagy hajtóerő volt. És kétségtelenül egy sokkal szimpatikusabb jelenség volt még az akkori konzervatóriumi zeneakadémiai növendékek között, hogy mi akkor minden nagy idelátogató nagy embernek a koncertjére elmentünk. Ma, hogyha világnagyságok ide látogatnak
nem csak orgonisták, most általában veszem, olyan kis elszigetelődött savanyú penészvirágok vannak a zeneakadémián, akik nem igazán járnak, mert azt gondolják, hogy az ő maguk sobányik a belső világa elegendő ahhoz, hogy egy kozmoszt hozzanak belőle létre.